Sziasztok! Katon Moni vagyok, és a kapcsolódíszeket szeretném bemutatni, hogy milyen egyszerűen dekorálhatók, és milyen könnyen felszerelhető a falra. Szóval a kapcsolódísz felszerelése nagyon-nagyon egyszerű. Először is van egy európai szabványméret vezetékdoboz a falba, amiből ki kell csavarozni a már meglévő kapcsolónkat, felrakni a kapcsolódíszt, utána átvezetni a vezetéket, amit visszakötünk a kapcsolóba, utána csavarozva visszatesszük, akkor az befeszül a vezetékdobozba, az ott tartja a kapcsolódíszt, nem kell fúrni, faragni, nem kell odaragasztani, mert ez a kapcsolónak a pereme odafogja, odaszorítja, utána visszapattintani a kapcsolónak a keretét, meg a kapcsoló billenő szerkezetét magát, és kész. Ha a kapcsolódíszt felszereltük, akkor ami praktikus benne, hogy a szépen festett, frissen festett falunkat többé nem koszoljuk össze. Jobban mondva ez a kapcsolódísz, mivel le van lakkozva, így lemosható. Bármikor költözésnél el lehet vinni magunkkal, mert nem igényel ragasztást, bárhova áthelyezhető, és szép dekorációs kellé. Mindenki a maga ízlésére, a maga bútoraihoz, vagy stílusához, a lakás stílusához elkészítheti. Itt van a fehér alapanyag, ami egy egyszer égetett fehér agyagból van. Ezeket lehet díszíteni ilyen kis kerámia díszekkel, mint pillangók, meg kis virágok. És akkor elmondanék még egy pár díszítési lehetőséget. A hobbi boltokban rengeteg anyagot kapni hozzá, például itt van ez az akrillal festett, amilyet persze magunknak bármilyenre megfesthetjük, ezt színes akrillal festettem, és utána egy sima egyszínű lakkal lelakkoztam, ami védi a felületet, így letörölhető. Ami itt látható, ez a calvita technikás, ez a dekupás technika, ez egy elég ismert technika, ezt mostanában szoktuk használni mindenféle fadobozokra, ez erre is a kerámiára is rá lehet tenni, rengetegféle szalvétát kapható, és akkor bárki a kedve szerint dekorálhatja, vagy csillámozhatja, strassz kövezheti. Itt van, mutatok még egy akrillos technikát, van ez az egy lendület technika, tehát bárki bármilyen módon megfestheti. Én ezt így festettem, szintén van rajta egy színtelen lak. Tovább mutatom még a technikákat. Ez egy akril alapszín, és arra tettem ilyen kis szalvéta darabokat, amit rádekupázsoltam, és lekezeltem egy színtelen lakkal a felületét a lemoshatóság miatt. Ilyenből mutatok még egyet. Ez egy ilyen kék kis madaras, kis aláfestett darab, ez is lemosható. Akinek kedve van, az a szalvéta technikát ugye így kombinálhatja az akrillal, ilyen kis strasszokat tehet rá, ami csillogóvá is, vagy ilyen kislányossá teheti. De hát körülnézhet a hobbiboltban, mert nagyon sokféle anyagot lehet kapni. Például a lehetséges, hogy a fímógyurmával is be lehet vonni, aki ezzel foglalkozik, az is próbálkozzon nyugodtan. Szívesen látok több munkát a weboldalamon. Ezt megköszönöm, ha bemutatjátok, hogy mit készítettetek. Ez pedig egy dupla kapcsoló, hogyha valakinek dupla, akkor itt az a szabványméret, ugye a kettes lup miatt. Ez is egy szalvéta technika, amúgy tehát teljesen szépen fönnmarad. Szintén egy lakkal érdemes átkenni, hogy lemosható legyen.